Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves megemlékezők! Mezőtúrváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Doni áttörés emléknapja alkalmából megrendezésre kerülő városi megemlékezésem. Külön tisztelettel köszöntöm Herceg Zsoltot, országgyűlési képviselőt. Patkós Évát, Mezőtúrváros alpolgármesterét. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal mezőtúri járási hivatal részéről dr. Szűcs Attila hivatalvezető helyettest. Köszöntöm a megjelent megyei és városi előjárókat, önkormányzati képviselőket, a Történelmi Egyháza képviselőjét és minden tisztelt megemlékezőt. A megemlékezés kezdetén kérem, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelettel felkérem a Történelmi Egyháza képviselőit, a Református Egyház nevében Éger Ádám református lelkészt, a Katolikus Egyház nevében Ondavai Tibor pápai prelátust, hogy mondjanak imát az áldozatokért. Segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Imádkozzunk! Kegyelemnek és irgalomnak, Istene! Te, aki alkottad a mennyet és a földet, Te, aki életre hívtál bennünket, Te, aki szereted az embert, és gyűlölöd a bűnt, hozzád fordulunk most imádságban, és eléd hozzuk a megemlékezésünket, a gyászunkat. Eléd hozzuk azoknak az embereknek a történelmét, akik annak idején nagyon nehéz körülmények között elindultak, de haza már nem térhettek. Urunk Istenünk, olyan szomorú és nehéz visszaemlékezni az ilyen pillanatokra, mert ilyenkor mindig azt látjuk, hogy az emberi hatalomvágynak, gyűlöletnek,
ellenségeskedésnek és háborúnak mekkora hatalma van. És milyen szomorú azt látni, hogy az ember a hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok alatt szinte semmit nem változott. Ma is ez hajt bennünket. Ma is ez az, ami oly sokszor meghatározza az életünket és történelmünket. Egyre kérünk, Istenünk, add, hogy minél több ember szívében múljék el ez a fajta gyűlölet, harag a másik ember iránt. És egyre inkább az a békesség és szeretet legyen uralkodóvá az egész világon, amit fiatban Krisztusban mutattál meg. Urunk Istenünk, légy velünk! Áld meg a mi visszaemlékezésünket, imádságunkat, áld meg életünket, hogy legyünk békekövetekké ebben a mai világban. Szent fiadért, a mi Urunkért, Jézus Krisztusunkért, hallgass meg bennünket. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Háborúkban hazánk otthonaink védelmében, vagy esztelen gyűlölettől kényszerítve, sokan mieink közül is idegen földben haltak meg. Idegen földben nyugszanak, nem kísérhették szeretteik őket utolsó útjukra, az emlékezés virágait, gyertyát nem tehetik sírjukra. Hősi halottakért imádkozunk a mai estén, akiknek élete áldozat volt. Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent fölséged elé, hogy a halasztereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását. Irgalmazz nekik, és adj megnyugvást az örök békesség honában. Kezedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, ismerd el őket, és örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával. Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, a te mondásod eze. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja testvéreiért. Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat, életüket áldozták, tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében. Nekünk pedig add meg, hogy hazánkért odaadóan és önfeláldozóan dolgozzunk, érte ne szűnjünk meg tenni és ezt a hazát szeretni. Add, hogy a hősök áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatvállalás szelleme áradjon ránk. Adj egy csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. És most imádkozzunk együtt, miként a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A folytatásban a Túri Olvasókör Egyesület tagjait, Kalóckai Sándornét és Patkós Évát kérem fel arra, hogy tartsák meg műsorukat. Donkanyari hősök tiszteletére! Most újra zöldel a fő a donkanyari harcmezőn, véráztatta, nem eső, így koszorús a temető. A bakáknak márvány helyett szép virágos a szemfedő. Virág hajlik jobbra, balra, így tisztelek bólogatva. Már a napkorong is előbújt, aggódva az égen, mert könnyes szemekkel nézte, hogy mi történt a télen, s megfogadta, alkonyatkor sem lesz piros szín a fényben. Szebb lesz a nap napról napra, ráragyog egy kődarabra. Immár sok idő eltelt eme tragédia óta, mikor a honvéd a hazának nem maradt adósa, mert tőlük bátrabb katonák ma sem születtek azóta. Reményt hoztak a holnapba, az életüket feladva. A Donkanyarnál elszálltak a könyörtelen hosszú évek. Vele együtt mentek el az utolsó remények. Sokat emlegetett, átkozott Donkanyar, hol örök álmát aluszta sok ifjú magyar. Domboldalán vagy a folyó mentén vadvirágok nyíladoznak a kopjafa tövén. Magyar baka fekszik lent a hideg földben, üzenetet is csak szél hoz dideregve. Sok ifjú gyermek és családos apa, ki a szeretteit soha többé nem láthatja. Mégis várja őt gyermek és feleség, kik csak félig érezték a család melegét. Megsárgult tábori levelet esténként olvassák, minden áldott sorát százszor megcsókolják. Megfakult fényképeket sorba nézik, könyve lábadt szemük, szívük újra vérzik. Legyen ez a halálkanyar örökké átkozott, mit sok százezer magyar vére áztatott. Távol a hazától, idegen földben elvesztettük őket mindörökre, de emlékük szívünkben örökké él, míg magyar ember él a földtekén. Nagy árat fizettünk, holott semmi dolgunk, az értelmetlen halált, mit örök, gyászként hordunk. Emlékezzünk rájuk, és soha ne felejtsék, ifjú életüket derékba törték. Hajtsunk fejet némán, és gondoljunk rájuk, egy percnyi csendet, mit emlékükre szánunk. Nincs bosszú vágyunk, a szívünk nem akarja, légy örökké gyászunk, árvák Donkanyarja. A legenda. Nagyapám dalolt a Donról. Német offenzíva parancsa érkezik, muszkára katona. A kék hadművelet így szólt a parola, dicsőség vár, soha messze a télhava. Köröttem már unokáink mosolya, azt a Donnál nem felejtem el soha. Harci vágyam, leányom, nekem nem volt, menni kellett, mert így szólt a parola. Kérdezem én, mi volt édes nagyapa? Mit is meséljek, hogy azért megértsed? Másfajta fagy járt ott, mint ami felénk, csizmánk talpa vásott, talpunk alatt jég, csak az Isten hidege fagyott belénk. Rájöttem, kedves, ott az orosz télben, mikor lőtt a muszka, a golyó pattant, szikrázott a jégen, a puska kattant, nem voltam én harcos, ne hidd. Még hős sem. Nem gondolok pokolra én azóta, mint tűző, meleg, kénkovas katlanra. Számomra az a tél a pokol tele hideg, fagyott lelkek napja, s éjjele. Donyesz medencének halott fagyjai, emlékeken rémlenek az elesett bajtása, kitűnt emberség nagyjai. Ez borzalmas átok, beteljesedett. Ó, kislányom, most megijesztettelek?
Neves velem, kedves, hisz volt ott móka, vásott csizmánkban jégé fagyott kapca. Amikor végre melegre találtunk, tetvektől hemzsegek szakadt kabátunk. Á, hogy a tetvek bántottak bennünket? Szomorú magány marta fel lelkünket. A kínokért kín, s hogy vegyünk revansot, nyüzsgő tetveinknek adtunk parancsot. Sorakozót fújtunk kabátkorcába, ujjaink tetves seregünk nyomába, mi lettünk a szabja életük felett. Ti tetves tetvek, nektek befellegzett. A vezérkar már régen elfelejtett, hadvezetésünk ámbrándokat kergett. Nem értettem még ott az orosz télben, miért is kellett nekem ezt megélnem. Megélnem, s túlélnem, ugyan miért is? Az a hadsereg mára-mára fét is. De tudd, édes lelkem, soha ne feledd, hazug világban kell élni életed. Kérdésemre válasz, te vagy édes lelkem. Érdemes volt élnem ott a Muszka télben, érted, hazatértem. Neves, te is értem, mosolyodat kérem. Megtörve a műsort, tisztelettel felkérem Pusztai Zsoltot, a Túri Fazekas Múzeum muzeológusát, hogy mondja el emlékező gondolatait. Majd ismét az Olvasókör Egyesület tagjai következnek. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tisztelt emlékezők! Ehhez a naphoz, e napokhoz kötődően a rövid történelmi tény így hangzik. 1943. január 12-én indult meg a szovjet vörös hadsereg támadása a Donnál, mely az itt védekező állásba helyet foglaló mintegy 200 ezer magyar honvéd, a második magyar hadsereg hősi küzdelmével és véráldozatával zárult. A veszteségünk 100-120 ezer fő volt. Magyarország ezt a vérveszteséget a háború végéig nem heverte ki, a második világháborús aktív részvételünk ezennel tulajdonképpen véget is ért. Ez a mondat, miszerint Magyarország ezt a vérveszteséget a háború végéig nem heverte ki, katonai értelemben igaz csak. Hiszen a társadalmat, a népességet tekintve ennek a tragédiának a hatása sokkal-sokkal tovább tartott, évtizedek mindennapi életeit, generációk sorsát változtatta meg. Az elmúlt évek hasonló megemlékezésein részletes bemutatást hallhattak arról, hogy mi történt a csatatéren, a lövészárkokban, a fogolytáborokban. Én néprajzzal és kulturális antropológiával foglalkozom, az utóbbi évtizedekben ezen tudományágakban, ahogyan egyébként a történetírásban is, egyre nagyobb szerepet kap az úgynevezett oral history, vagyis az elbeszélt történelem, azaz, amikor az egyén, a résztvevő tudása, a hétköznapokban átélt tapasztalásai írják le, vagy egészítik ki az adott történelmi eseményt. Ilyen történeteket természetesen gyűjtöttek a fronton megjárt katonáktól, írásba foglalt visszaemlékezések is születtek, de amiről itt néhány percben szeretnék beszélni, az itthon maradottak, a hátország, az egy időre vagy végleg egyedül maradt családtagok sorsa és emlékezete. Gyerekkoromban családom mezőtúri ágának legidősebb tagjaitól hallottam neveket, hogy őseim között, rokonságunkban ki mindenki is járta meg az első vagy a második világháború, nevük egyébként itt az emlékművön is rögzítve van, kit vártak hosszú éveken át haza, ám azt, hogy mit jelent egy háborúban elveszteni valakit, valakiket, hogy miféle tartós traumát jelentett ez a családoknak, valamint, hogy a társadalom miként sínylette meg a kibeszélés lehetőségének hiányát és az igazság hiányát, csak jóval később értettem meg. 2000 környékén egy néprajzi gyűjtés alkalmával egy kis falu temetőjébe vetődtem, találtam egy sírt, aminek egyszerű, fekvő sírkövére egy vas rohamsisak volt rábetonozva. A kövön egy rövid férfi név és két évszám 1920-1943. Annak a néprajzi gyűjtésnek teljesen más volt a témája, de az érdekes és egyedi sírjel miatt úgy gondoltam, megpróbálom a valószínűleg fiatalon elhunyt katona történetét megismerni. Azért is volt esély erre, mert a sír gondozott volt, a rajta pihenő virág is csak párnapos lehetett. Mint minden kis faluban, itt is ismert mindenki mindenkit, nem volt nehéz megtalálni a sírt gondozó rokonságot. A szórabírás már sokkal nehezebb feladat volt, napokig nem is jutottam semmire,
A felkeresett háznál ugyan szóba álltak velem, de néhány alapinformációnál többet nem tudtam meg. Éreztem az egyébként természetes bizalmatlanságot, de éreztem a sok mindent tudunk, de erről nem beszélünk, semmihez sem hasonlítható légkörét. Csoporttársaimmal és tanárunkkal csináltuk tovább a dolgunkat, majd 4-5 nap múlva valaki megállított az utcán, hogy hallotta, miről beszélgettem, és hogyha tényleg érdekel a történet, menjek el a szomszéd településre, ott él a halott húga. A testvér, 80 éves, parasztasszony, egész életében állatokkal foglalkozott, vígkedélyű, nagyon közvetlen, remek mesélő. Majd mikor a bátyára kerül a szó, onnantól kezdve végig könnyes szemű. A család paraszti munkából élt, kertészkedtek, a fiú a bátyus mellett 2 lány született. A fiú kicsinek beteges volt, később kezdte ezért az elemit, de nagyon jó eszű gyerek, a falu büszkesége lett. Felsőbb iskolákba szánták, mindig a gépek érdekelték, tám még mérnök is lehetett belőle. De nem lett, mert behívták katonának is jött a donkanyar. Innentől kezdve idézetek következnek a lejegyzett szövegből az adatközlőtől. A háborúról addig nem sokat tudtunk, hallottunk, ugyan történeteket, hallgattuk a rádiót, de ide nem jött le semmi. Mikor viszont a bátyámat megláttuk katonaruhában, nekem olyan rossz érzés, mint még soha. Kaptunk egy levelező lapot a bátyámtól, hogy már nem csak gyakorlatozik, hanem indul a frontra. Apámat onnantól kezdve nem láttam mosolyogni vagy nevetni soha többé, édesanyám szerintem nem tudta, mit jelent vonulni a sereggel. Akkor már a nagyobbacska lány voltam, egyszer éjszaka jöttem haza, hallom, hogy apám kiabál anyámmal, hogy a gyerek meg fog halni. Volt egy ismerős fiú is, ő is katona volt, a határról jött haza, mert súlyos balesetet szenvedett, valami gép majdnem levágta a lábát. Azt mondta, hogy a tisztek sem tudják, mi lesz az ukránoknál meg az oroszoknál, a németek már halnak sorra, most a magyarokon a sor. Kaptunk 42 telén egy postai lapot bátyámtól, hogy él, beteg volt, de már jól van, csak a fegyver nehéz, amit cipelni kell, és hogyha abban reménykedik, hogy nem kell sehol sem használni. Ez volt az utolsó biztos dolog, amit tudtunk róla. 43 tavasza lehetett, hallottuk, hogy jöttek haza sebesültek, tudtunk a vereségről, de a bátyámról nem volt hírünk. Apám nem evett, nem dolgozott, anyám tartotta benne a lelket, meg én a nővéreimmel. Kaptunk egy levelet, hogy a bátyám fogoly lehet, mert a halottak listáján nincs, de azóta tudom már, hogy azon a listán nagyon sok név nem volt rajta. Apám egy évvel később meghalt, mindene beteg lett, anyuka halála előtt 1950-ben elmondta, hogy apuka minden éjszaka kiment a tornácra, elszívott egy cigit és nézte a kaput, hogy hátha kinyílik. Anyám erősebb volt, nem mutatta ki, hogy mit érez, őrizte a bátyám tárgyait, ruháit, volt a testvéremnek sok könyve, azokat olvasgatta. Minden disznóvágásnál eltette a disznósajtot, mert a fiának az volt a kedvence, az maradjon, amíg lehet, hogyha hazaér, azzal kínálja. Az akkori újságok tele voltak hirdetésekkel, hogy keresik ennek vagy annak a katonának a családját. A boltban anyám mindig átnézte az összes újságot. Az egyikben volt valami fotó a hadseregről, azt hitte, a bátyám van rajta, boldog volt, hogy végre tudunk valamit. De kiderült, hogy nem ő van a képen, onnantól ki se nyitotta ezeket a lapokat, feladta a keresést. Sose tudtuk meg, hogy pontosan mi történt vele, kaptunk egyszer egy levelet, hogy valószínűleg hadifogoly táborban halt meg. Már régen vége volt a háborúnak, mikor a nővéremmel kitaláltuk, hogy ha már nem is tudjuk, hogy hol fekszik a testvérünk, legyen valami síremlék a faluban. A temető szélibe megengedték, hogy legyen egy üres sírhely. Csináltattunk egy kis márványlapot a nevével, rávéstük, hogy 1943, persze ki tudja, hogy melyik számot kellett volna rávésnünk. Valakinél találtunk a háborúból megmaradt sisakot, nekem jutott eszembe, hogy tegyük rá a síra, bár lehet, a bátyám fején ilyen sose volt. Jó ember volt, biztosan jó katona is volt. A háború borzalmas, pokorra való aljas, mint aki ilyet csinál. Annak is szörnyűséges, akire lőnek, meg akik ott fagytak meg, de nekünk is borzalmas volt, akik csak vártunk, nem tudtunk semmit, csak hogy a leöltek közt lehet bárki. Itt az idézeteknek a vége. Emlékezzünk ezen a napon a tisztekre, közlegényekre, tartalékosokra, munkaszolgálatosokra,
a harcmezőn maradottakra és a hazatérőkre egyaránt, de emlékezzünk azokra is, akik csak vártak, vártak és vártak. Köszönöm szépen a figyelmet! A donkanyariak emlékére. Hős katonáink csak meneteltek, és Donkanyarban halálra reltek. 1943. januárban katonát, munkaszolgálatost halál kaszálta. Nem állt mellettük a magyar hadisten, nem volt esély, semmi győzelemre itten. Nélkülöztek, éhesen, elcsigázva küzdöttek, a hős katonák a parancsnak eleget tettek. Kitartás volt a parancs, mint halálig. Közben a hó betemette őket állig. Nem volt mit enniük, és nem volt meleg ruha. Katona, munkaszolgálatos, így sem volt puha. Borzalmak borzalmát állták ki, mindenki csak parancsra ment ki. Írtották katonát és munkaszolgálatost, akkor volt a módi, haza ezt kívánja most. Az oroszok által lelőtt lovat ettek, latrinára jeges hóba kúszva mentek, kínjukba havat ettek nagy kanállal, dacoltak hideggel, gránáttal, halállal. Parancs vitte őket el a családtól, csatába. Téltábornok átküldte őket a halálba. Az orosz téltől, fegyverektől odavesztek, fülsértő hangon halálosan dörögtek. Kínhalált szórtak, a katyusák, a lövegek, aknatűzben bújtak bele, földbe emberek. Győzött a tél és amerikai fegyver. Nekünk nem volt ruhánk, és kevés a fegyver. Lánctalpakkal agyontaposták az embereket, megalkották a donkanyari mészárszéket. A végső enyészet átment az elmúlásba. Sokakat csak elástak egy fagyott árokba. Akik életbe maradtak, helyt álltak, eleget tettek a magyar virtusnak. Örökre emlékezzünk rájuk szeretettel, hálával, a kezünkben egy gyertya meleg lángjával és imával. Levélemnek Oroszországból. Megírnom, mit érzek, csak pár sort enged nekem. E halvány zöld színű tábori levél, és körülöttem a csontporlasztó tél. Minden szóhoz, mit neked írok, ezernyi gondolat tapad, mint hírcsap a körlet oldalán. Tudom, majd szíveddel olvasod. Szeretném, ha hallanád, hogy hegedű szót küldök neked innen, hogy fagyasztó szél süvít, te hidd el nekem, hogy e zenét szívedben őrizni tudod. Nem nyomja el ágyúgatás, tankcsörömpölés. Szeretném, ha úgy látnád velem a világot, ahogy festettem neked, mert a szépség is örök, ha van szem, nyitott a szépre, hiába zúdul ránk hazugságok árja, az lekopik, csak az igaz örök. Szeretném, ha szívedben visszahangozna minden ima, mit édesanyád értem mondott el, mert hidd el, kit Isten vezet, az nem veszhet el, lelke hazatér, s mindig ott lesz veled. Süvít a szél, fölöttünk Sztalin orgonák, minden perc kincs, míg tart az életünk, míg kezem karomhoz tapad, míg a gránát nem roncsolja szét. Sietnem kell, hogy elmondjam neked, hogy nem volt hiába a küzdés, a harc, csak a háború lehet vesztes, soha a haza. Hogy hidd, hogy élni fog, mert jöhetnek zsarnokok, szivárvány minden színében ragyogók, eltűnnek, csak a haza örök. Fiam, most mennem kell, hív a sorsom, talán a halál, de tudom, hitem benned él, és a hitben ott leszek veled. Nagyapám és a Donkanyarban elesettek emlékére. Vérmezőkbe ivódott szenvedés, ártatlanul öldöklő rettegés, feltámasztó, könnyes emlékezés.
Rút sötétség volt ott valaha, hol hősi halált halt sok katona. Hosszú évek hiába múltak el, az ember mindig vért követel, háborútól békét remél, pedig csak halált hoz a szél. Donkanyarban jajongó lelkek, köztük nagyapám, hiszó 20 éves volt, több mint 70 éve sorsukra maradtak, sebesülten és éhezve. Egyszer, ugye, ki meghalt? Egyszer talán hazatér, mert nem lehet, hogy emlékeiket csak úgy elfújta a szél. A Donkanyarban. Vándor, ki erre jársz? Egy percre állj meg itt. Idegen hant lepi őseink hamvait. Gyújts egy örök mécsest, suttogj el egy imát, s meglásd, jó barátom, az Isten is megállt. Megköszönöm Pusztai Zsolt múzeológus gondolatait, valamint a Túri Olvasókor Egyesület tagjainak ezt a műsort. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! A kegyelet az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése következik. Koszorú elhelyezésére Mezőtúrváros önkormányzata nevében felkérem Patkós Éva alpolgármestert és dr. Komáromi Csaba önkormányzati jogi és fejlesztési osztályvezetőt. Koszorú elhelyezésére felkérem Herceg Zsolt országgyűlési képviselőt. A törte ám, csarád kiállt a cimborát, hová, 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 a szél, hogy a széjjel, álul az éjjel, nem vagyok. Miért jöttünk el, már nem tudom. Magam, angyalok, nem járnak erre múlva, csak ördögök. Koszorút helyez el a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal részéről dr. Szűcs Attila hivatalvezető helyettes. Koszorút helyez el a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda. Hogy a széjjel, álmunk az éjjel, megfagyunk. A hóval pedig el, miért jöttünk el, már a szívemben csak jégcsapok. Koszorút helyez el a második Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos magyar-angol két tanítású nyelvű általános iskola. Thank you.
Koszorút helyeznek el a mezőtúli közművelődési és sport közhasznú non-profit Kft. Képviselői. Adok a gyöngyfedőt, halál szenet sököl. Koszorút helyez el a mezőtúri református egyházközség és oktatási, valamint szociális intézményei. A bunke oldalán, a bomba törte át, csarrát kiállt a cimborát, tovább, tovább, tovább. A szél, hogy a széljár, az éjjel nem vagyunk, a hóban süppedünk el, miért jöttünk el, már nem tudom. Koszorút helyez el az evangélikus egyházközség. Csak ördögök üzenek ránk, mi vár. Koszorút helyez el a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Túri Polgári Kör és a Fidelitas Mezőtúri Szervezete. A szívemben csak jégcsapok, talán maga harag. Koszorút helyez el a Magyar Szocialista Párt mezőtúri alapszervezete. Hideg. Koszorút helyeznek el a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület képviselői. Adunk a gyöngyfedőt, halál szenet söpör, fülem mellett borulsz, hiszek ide. A bunker oldalán, a bomba törte át, csarrát kiállt a cimborát, tovább. A szél, hogy a széljel, az éjjel, nem vagyok, ahol.
Koszorút helyez el a napsugár kultúrkör. Miért jöttünk el, már nem tudom. Van angyalok, nem járnak elvenek, csak ördögök üzelnek rád. Mi van? Koszorút helyez el a Túri Olvasókör Egyesület. Kérem a magánszemélyeket, helyezzék el a kegyelet emlékezés virágait. A szívemben csak jég csapok, talán ma meghallok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Doni áttörés emléknapi alkalmából rendezett megemlékezés ezzel véget ért. Figyelmüket és hogy jelenlétükkel megtisztelték a városi megemlékezést. Zárásként kérem, hogy énekeljük el közösen a szózatot.